Huber Péter 2018-ban az erdészeti gépbeszerzési pályázat részeként vásárolt egy körpont közelítő pótkocsit a Clearblock Kft-től. Az eszköz már az érkezésekor is jól felszerelt volt, az első kerekek hidraulikusan hajtottak, a vonórút kormányozható, a daru 8,6 méteres. Ezeknek köszönhetően a gép felhasználási lehetőségei szélesek, hiszen a rönk és a méterfa kihordása mellett vadkerítések oszlopainak szállítására, sőt még egy csarnok felépítéséhez is segítségül hívták a Barcs melletti Szulok térségében. Nekünk a tapasztalatunk a pótkocsiról nagyon jó, mind teljesítménybe, mind a darunak a kezelhetőségébe, finomságába, tökéletesen meg vagyunk elégedve vele. Mindettől függetlenül Huber Péter egy kettős hasznosítású pótkocsit szeretett volna csinálni a körpant termékéből, amit a vállalkozás a mezőgazdasági és erdészeti feladataira is alkalmazhat. A cél az volt, hogy amikor az egyik ágazatban holtidény van, a gép akkor se álljon. Így készült el egy cserélhető, rakoncás, prototípus síkplató, amit egy helyi vállalkozóval alkottak meg. Szerkesztettünk rá egy síkplatót, ezt felfogadtuk a közelítő pótkocsira, és ezáltal ez a közelítő pótkocsi egy univerzális pótkocsivá lett téve. Ez a felépítmény ez zártszelvényekből, meg lemezből készült tulajdonképpen. 120x60x4-es falú zártszelvény a hossztartója, mivel elég magasra kellett építeni, ezért ez duplán egymás fölött kettő szál lett elhelyezve. 120x60x4-es U profilból vannak a kereszttartói, meg a körbe keret. Ezen kívül hát a rakoncák azok 100x80x4-es zártszelvényből készültek. Fás hasznosítás mellett elsősorban arra törekedtünk, hogy a műtrágyázásnál a big bag zsákoknak a szállítása, a nyári szén a szalma betakarításánál a bálák szállítása is ezzel a kocsival meg legyen oldva. Nagyon lényegesnek tartottam azt, ugye, hogy mire biztosítást kell kötni, pénz áll bent a gépbe, ezért ha már ez így van, akkor minél nagyobb területen ki tudjuk használni, és hasznosítva legyen a gép. Annyit sikerült ezzel a fejlesztéssel változtatni, hogy normál esetben 6 köbmétert lehetett felrakni a kocsira, így most 10 köbméter fát lehet felrakni rá, és körülbelül 10 big bag zsák fér fel a 7 tonnásból. A big bag zsákok szállítása mellett nagy előny, hogy a benne lévő anyag műtárgy a szóróba töltéséhez nem kell még egy rakodógépet kivezényelni a földekre, hiszen a pótkocsin található daruval ez is megoldható. A két gép és két gépkezelő helyett így csak egyre van szükség. Mindez csökkenti a költségeket, miközben a hatékonyság nagyjából 20%-kal növekedik. De a hatékonyságot természetesen a gépkezelői tapasztalatok szerint már a bővítés nélküli körpantpótkocsi is jelentősen növelte, például a vonórút kormányzással. Szűkös a hely, de nem lehet megfordulni, akkor ugye nyilván üresen kell betolatnunk a pótkocsival, és akkor így annyira jó a dolog, hogy a traktortól függetlenül külön tudjuk mozgatni a pótkocsit vele, a fülkéből vezérelve a hidraulika karokkal. Másik ugye a tengelyes csúsztatás nagyon hasznos dolog, mert mind a terhelés miatt is, a súly meg a súlyelosztás miatt, hogy a traktor mennyire terhelje, a pótkocsit mennyire terhelje, meg ugye, hogyha nem az egész részére rakunk fát, mondjuk csak az elejébe, akkor nyilván akkor közelebb húzzuk magunkhoz, és akkor mégsem nyomja annyira a traktor, de ugyanez igaz visszafelé is. A géphez van egy külön távirányító, és ugye a kerekeken van hidromotor, ugye, ami hajtja őket. Ezt is akár bentről a fülkéből, az ember fölviszi magával az üléshez, és esetleg mondjuk, hogy arrébb kell állni egy pár métert, akkor az ember be tudja kapcsolni egy gombnyomás az egész előre vagy hátra, és hogyha netán pont nem éri el azt a fa mennyiséget, amennyi kell, egy kicsi pár 5-6 méter arrébb kell menni, akkor simán egyenesen nyilván arrébb lehet vele állni. A távirányító ráadásul egyszer egy elakadás során is segített, tehát a körpan közelítő pótkocsi a váratlan helyzetekben sem hagyja cserben kezelőit. Ha többet szeretne megtudni a körpan termékeiről, keresse a Clearblock Kft. Szakembereit.